Ahogy a mezőgazdaságban, úgy a méhészetben is rabszódikus volt a 2013-as év, mondta a három témában Ház Ferenc. A Békésmegyei Göndöcs Benedek Méhész Egyesület elnöke emlékeztetett, a kései tavaszodás miatt kissé nehezen indult az év, ezt a méh családok fejlődése is megsínlette, összességében pedig közepes évet zártak. Sajnos nem kedvezett az időjárás sem az akácvirágzásnak, így elmondhatjuk, hogy a repcélet, az akácvirágzás az egy éppen közepes évet produkált a méhészek esetében. Kicsit jobb volt a további mélegelők alakulása, a mi vidékünkön, ami itt a Dél-Alföldet érinti, főként a napraforgóra mondhatjuk el, hogy egy inkább közepes vagy jó termés volt. Ez segített abban, hogy a méhészek viszonylag közepes eredményű évet zártak. Egyre csökken az országban a korábban gondot okozó importméz aránya, mondta el Árgyalán János, megyei méhészeti szaktanácsadó. A napjainkban azt gondolom, hogy elértük azt, hogy ami idáig volt, tehát az importmézek aránya az országunkban csökken, tehát a magyar méztermelés elérte azt a szintet, hogy jó minőségű mézet termelnek a termelőink, és ez jut a fogyasztók. Tehát egyre jut el a fogyasztókhoz, illetve boltok polcaira, valamint a piacokra. Most várjuk a új Magyar Méhészeti Nemzeti Program megjelenését, ami 2013 és 2016 közötti időszakra fog szólni. A hazai kínálat közben egyre sokszínűbbé vált. Magyarországon egyre több ember keresi nem csak a vegyes vagy az akácmézet, hanem a különlegesebb termékeket is. A mézmarketingnek nagy szerepe volt abban, hogy a korábban megszokott és szinte minden áruházi lánc, illetve termelő porcán lévő akác, vegyes és hásméz helyett megjelennek egyes különleges mézkategóriák. Érdekes, hogy a krémméz egyre népszerűbb hazánkban is, és el tudjuk azt érni, hogy a Magyarország megtermelhető, mint egy 35-40 különleges mézfajta, akár fajtamézként is megjelenjen. Szerencsénkre a fogyasztóink erre igen fogékonyak. A szakemberek elmondták, a magyar méz nemhogy megállja a helyét a világpiacon, hanem egyes területeken egyenesen uralkodónak lehet mondani. A legkomolyabb gondot jelenleg talán az ázsiai méhatka okozza, de ez ellen kellő szervezettséggel lehet védekezni. Örvendetesnek nevezték, hogy sok a fiatal méhész Békésben. A műsorban szó esett az év méz a versenyről is, melynek a hétvégi mézes fesztiválon lesz az eredmény hirdetése. Ennek a rangját mutatja, hogy 270 mintával 109 méhész nevezett.